Az ifjúsági központban mutatták be dr. Barta Júlia könyvét. Helyszíni tudósításunk következik. Köszöntöm nézőinket, az ifjúsági házban hamarosan kezdődik dr. Barta Júliának egy könyv bemutatója. Így gyorsan előtte arra kértem, hogy számolja meg fejben, hogy ez hanyadik kötet is pontosan. Ez a 17. De a törökösök között, nem, bocsánat, 15. és a törökösök között a 7. Mert ugye azért egy kicsit külön választottam, az én életem mindig erről szólt, hogy Törökország a szerelem. Hát a másik meg a kötelesség, a szülőföldnek a kötelesség, de sikerült azért ezt ügyesen összehangolva véghez vinni, azt gondolom. Ez egy érdekes kötet, hiszen vallástörténettől kezdve sok minden van, ami az iszlámhoz kötődik. Hány év munkája van ebben a könyvben? 30. 30 év, ez akárhogy is nézem, mert úgy van az, hogy mindig minden gyűjt az ember. A néprajzos kimegy terepre, és ugye én a debreceni iskola növendéke vagyok, minket mindig terephez szoktattak a professzoraink, és nagyon jól tették, mert egészen másképp látja az ember a kulturális jelenségeket, ha ott a terepen is vizsgálhatja, nem csak a szakirodalomban mások által leírt véleményt olvas. Tehát ez 30 év munkája, de nem vallástörténet, hanem annál egy kicsit több. Tehát a vallás történet, a vallás ökológia, a vallási rendszerek és a társadalom viszonyát, meg a természeti környezet viszonyát vizsgálja. Ilyen értelemben ez valóban kuriózom, mert magyarul az iszlámról nem jelent még meg ilyen kötet, de egyébként magyarul is csak egyetlen kötet jelent meg a Debreceni Egyetem kiadásában. Barta Elek professzor úr, az én folklormesteremnek a műve, az ő szerkesztésében, illetve írta, ő írta ezt az egészet, nem csak tanulmánykötet. Mennyire kellett szelektálni, mennyire kellett átválogatni, mennyire kellett aktualizálni mondjuk a 30 évvel ezelőtti kutatási eredményeket? Hát dédelgettem én ezt sokáig, nagyon sokáig, de nagyon szerettem írni. Átírtam fejezeteit, most belenézek, Jézus Mária, ezt én írtam. Hát már most úgy átírnék néhány dolgot, mert az élet is felülírja ezeket, de valahol azért megállt kell parancsolni, nyilvánvaló. Tehát nem lehet úgy aktualizálni ezeket a dolgokat, mert mindig történik, ugye mindig változik a kultúra, de hát egyszer ez végül is egy összefoglaló. Azt gondolom, hogy a nagy tendenciákat így is lehet látni, és igazán ez arról szól, hogy hogyan alakulnak ki a kultuszok, hogyan válnak szent helyé a helyek, mik fűződnek hozzá, egyáltalán hogy működik, hogy foglalja keretbe a török népéletet a szakrális tér és a szakrális idő, tehát az ünnepek rendje és maga az a tér, ami a gyönyörű Törökország. Nagyon nehéz egy dolgot kiválasztani ebből a hatalmas dologból, de mi az, ami megfogta ebben az iszlám vallástörténetben, kultúrában, vagy ami meglepődött és újdonság volt önnek is, mert előtte még nem olvasott, nem látott mondjuk olyan családnál volt, ahol nem látott olyan dolgot, amit ők csináltak. Tehát egy kuriózumot, ha sikerül kiemelni a sok közül. Én nem is tudom, hogy mit emeljek. Igazán én a népszokásokat szeretem, én a folklórral foglalkozom, és azon belül is a népszokásokkal. Amúgy meg nagyon könnyű helyzetem van, mert Magyarországon ezzel a témával én egyedül vagyok, és hát már lassan 30 éve, és amibe belekapok, azért az úgy mind érdekes. Mikor mi jön Tollhegyre, mert azért vannak nekem állattartással kapcsolatos munkáim, például a juhászat folklórja, az anatóliai török juhászat folklórja, az is egy nagyon különleges dolog, és rögtön lehet kapcsolni a mi példáink. Épp ezt akartam mondani, ez a párhuzam azért az önkönyvben mindig megvan, mindig hasonlítja a kunokhoz. Mert muszáj hasonlítani, mert azért, mert az a steppei kultúra, ami itt a magyar alföldön folytatódott a kunok bejövetele után, az anatóliai pusztákon és fennsíkokon is megtalálható. Tehát tulajdonképpen egy csomó dologban azonosak a körül. Egy kicsit messzebb vannak tőlünk, ugye sokkal délebbre, emiatt aztán melegebb, de ott is a három éghajlati zóna van végső soron, és a pásztorkodás azért az nagyon-nagyon nagyon hasonlít. Érdekes dolog ez, mert bár amikor ezt letettem, akkor olyan fáradt voltam, és azt mondtam, hogy nem írok én már többet, mert elég már ebből ennyi. De meg olyan ez ugye, mint a szerelem, hogy nem az elsőre emlékszünk, hanem az utolsóra, és ezt olyan sokáig dédelgettem, de tényleg nagyon-nagyon szerettem. De azért majd egy kicsit kipihenem magam, akkor azt hiszem, hogy
az agrárkultuszt azért még egy kicsit, még egy kicsit megmártózom az agrárkultuszban és európai párhuzamaiban, vagy lehet, hogy csak a magyarban, tehát a török és a magyar párhuzamokban, mert az még egy nagyon érdekes lehet, pontosan emiatt, amit az előbb mondtam, hogy az ökológiai körülmények hasonlítanak, meg legfőképpen az a kultúra folytatódik, ami a steppén összekötött minket.